Kedves testvérek, kedves keresztelőkre ide érkezett család, megvallom nektek őszintén, elég nehéz helyzetbe kerültem, amikor elolvastam ezt az igét, meg még végén hosszabban is olvastam, elég hosszú a kijelölt szakasz, mert tudtam, hogy keresztelőre kell készülni, és a mai ige alapján kell a keresztelőről is szólni, de hát amit itt olvasunk, az legalábbis nem vidámítja meg az embernek a szívét. És ugye egy családnak, vagy egy kisgyermeknek, még akkor is, ha ő ezt most még nem érti, ezt mondani keresztelőre, ami tele van átokkal és pusztulással, hát elég nehéz helyzetbe kerül ilyenkor az ige hirdető. Mert jó lenne, hogyha tudnánk fegyelmezetten követni mindig Isten igéjét, nem pedig úgy szaladgálni a Szentírásba, hogy lehetőleg azok az igék jöjjenek, amelyek jó hallgatni, amit olyan kényelmes előtt magunk elé venni, hanem következetesen vennék Isten igéjét, de hát mégis az ember azt szeretné, hogy pláne egy keresztelőre legyen az ige vigasztaló, reményteljes, perspektívikus az egész életre, hogy szépen besugározza, és azt mondhatjuk, hogy hát ezt tudjuk Rózának ajánlani, milyen lesz majd az élet az Úristennel. Szóval az az ige, amelyet most olvastunk, első hallásra elég nehezen alkalmazható egy keresztelőre. Nem egy keresztelő ige, és azt is kell mondani, és talán ez már a magyarázatnak is a része, hogy nem is keresztelői helyzetben hangzott el, nem azért, mert ószövetségi, és akkor még a keresztelés mint gyakorlat nem volt meg, hanem azért, mert egy egészen más és nagyon konkrét helyzetben hangzik el, először azt kell megértenünk, és utána rá fog jönni az a reménységem, hogy nem is áll ez olyan messzire a keresztelőtől, nem is lesz olyan nehéz alkalmazni egy olyan helyzetre, amikor ennél a kislánynak keresztelői ünnepli nem csak a család, hanem a gyülekezet. Egy képpel tudnám ezt megvilágítani, olyan az, amit most látunk, mint amikor a folyóvízbe látjuk a tornyoknak és a fáknak az árnyékát, és mindegyik fejjel lefelé van. De nem zavar ez meg minket, mert tudjuk, hogy valójában, ami igazán ott van, maga a torony, maga a fák, maga az egész világ, az fordítva látszik. Az az, amiben élünk, csak most a tükörképe az, ami a folyóba tükröződik, értelemszerűen a visszáját látjuk, vagy a fordítottját látjuk, de vissza tudunk következtetni a fejjel lefelé álló fából és a fejjel lefelé álló toronyból, hogy milyen is az valójában. Itt is egy fejjel lefelé fordított világot látunk, amiben nem ez a lényeg, amit itt látunk, hanem az, ami fölfelé néz, ami valóságban van. És hogyha előbb kezdtük volna olvasni az igét a tegnap előtti igével együtt, akkor azt látjuk, hogy áldással kezdődik ez a hosszú leírás, Isten áldásával, és megmutatjuk, hogy milyenek az ellentétek, mi az átok. Az áldás és az átok. Hát a mai ige már ennek a kifejtéséről szól, az átoknak a kifejtéséről, egyébként sokkal részletesebben, azt hiszem már végképp nem lehetne felolvasni, mert nagyon csak a dolgokat is olvasunk. De hogyha egy vissza tudjuk pörgetni, vissza tudjuk fordítani ezt a dolgot, akkor meglátjuk azt, ami igazán vár minket, és az a dolognak az áldás oldala lesz, és az lesz az, amit jó szívvel és örömmel hirdetünk ennek a családnak és ennek a kisgyermeknek is. Miről szól tulajdonképpen ez a hosszabb rész? Maga Mózes 5. könyve a törvény megismétlése, a törvényadás és az Istennel való szövetségkötésnek a megismétlése, erről volt már szó, hogy az Isten tiszteleteket, hogy ezt annyira fontosnak tartja az ószövetségi teológiai gondolkodás, hogy gyakorlatilag újra leírja. Nem csak azt mondja, hogy majd lapozzatok vissza a 2. Mózeshez, mert az fontos, hanem bizonyos részeket szó szerint újra leír, még egyszer elismétli, mert azt mondja, hogy ezt ennek a népnek, Isten kiválasztott népének nem szabad elfelejtenie, újra és újra ismételgetnie kell, hogy megtanulja. Tehát a felolvasott rész sem elsősorban arról szól, hogy mit cselekszik Isten, hogyan büntet Isten, hanem egy világképről szól, hogy hogyan kell megértenünk az embernek az életét ebben a világban. Az emberről szól tulajdonképpen, az embernek a helyzetéről, az embernek az Istennel való viszonyáról. Nagyon leegyszerűsítve két világkép, két emberkép állít egymás mellett, még azt is lehet mondani, hogy két emberkép állít egymással szemben. Az egyik, az úgy írható le, hogy az Isten nélkül élő ember, az Istenben nem bízó ember önmagát, mint autonóm lényt látja, ezt szeretné látni, aki egyedül is elborul a világban. Az ember autonóm,
persze nem mindenki egyformán ügyes, nem mindenki egyformán szerencsés, de ha jó, ha jó helyzetben vagyunk, ha ügyesek vagyunk, ha szerencsénk van, akkor egyedül is el tudunk evickélni ebben a világban, és ha van Isten, ezt ugye nem nagyon tudjuk, de ha mondjuk lenne, akkor ehhez még hozzávetünk. Kicsit lehet még jobb az életünk, ha meg az Úristen rossz, vagy haragvó, vagy rossz indulatú, vagy egyáltalán nincs is, akkor ebből egy kicsit lehet lefaragni, de el vagyunk úgy magunkban is. Nincsen szükségünk senki külső segítségre. Nem mindenki fog egyformán boldogulni, nem mindenki végez ugyanúgy a versenybe, de az ember önmagának, önmagával elég. Lapozunk egyet, és azt mondjuk, hogy na is mit mond erről a Szentírás, mert ezt nem a Szentírás mondja, ezt az ember szokta magáról mondani. Vagy ha nem is mondja, de elgondolja. Vagy ha nem is gondol rá, de önkéntelenül is így cselekszik. Mintha így lenne, mintha Isten nem is lenne. Valahogy a saját életünket meg kell oldani. Ezzel szemben a Szentírás azt mondja, hogy az ember csak Istennel kapcsolatban értékelhető. Nem egyedülálló az ember. Nincs egyedül az ember. És ebben az értelemben nem is önálló az ember. Ha az Istennel kapcsolatban van az élete, ha be van csatornázva az Istenhez az élete, akkor működni fog az élet. Az az áldás, amikor működik az élet. Amikor dolgozunk és annak van eredménye. Amikor tervezünk és azt végre tudjuk hajtani. Ez az áldás kategória. De ez csak Istennel együtt működik. Hogyha az Istenhez van élő kapcsolatunk, és ha ez a kapcsolat nincsen, vagy megszakad, vagy megromlik, akkor nem fog működni az élet. Ezt nevezi átoknak. Vagy egy másik gondolatkörben, ezt nevezi hiába valóságnak. Hogy dolgozunk, de nem lesz a munkáknak eredménye. Vagy ami egyébként rosszabb, hogy lesz eredménye, csak nem a miénk lesz az eredménye. Hogy elviszik tőlük, hogy kiveszik a kedvünkből. Hogy tervezünk, de nem lesz, nem valósul meg. Hogy mindig mindent újra kell kezdeni. Hogy nem tudjuk átörökíteni sem a fizikai, sem a materiális, sem a szellemi eredményeket, mert mindent megemészt az idő, a történelem, minden erodálódik, hogy az élet egyre-egyre csúszik lejjebb, hogy úgy érzi az ember, hogy mindig rosszabb az élet, ha nincsen becsatornázva az életünk az Istenhez, akkor ezt az eróziót fogjuk érezni. És ez lesz az életünknek a vezérlő elve, a vezérlő tulajdonság, a tapasztalata, hogy romlik, hogy veszendő, hogy hiába való, hogy nem áldott, hanem átkozott az élet. Hadd mondjam egy nagyon egyszerű fizikai példát, olyan ez, mint a lámpának az izója. Ha be van kapcsolva az áram közben, körben, akkor világít. Ha nincsen bekapcsolva, ha megszakad az áramkör, olyat is tudok mutatni. Nem ezért, de most ez a lámpa így működik. Akkor nem világít. Ha nem vagyunk bekapcsolva az Isten áramkörébe, nem fog világítani az életük. Egyébként lehet maga az izó nagyon drága, hosszú élettartalmú, szép, meleg fényű, minden jót elmondhatunk róla, ha nincs az áramkörben, akkor az egész nevésen, akkor nem működik. És a Szentírás ezt mondja az ember életében. Hogy Isten nélkül olyanok vagyunk, mint egy áramkörben be nem kapcsolt izzó. Az alaptevékenységünket, az alapfunkciónkat nem tudjuk gyakorolni. Hiába való az életünk. Az egész Mózes 5. könyve erről szól, hogy Isten szövetségese vagy. Az Isten kiválasztott téged, megszólított téged, na most közelünk a keresztelőhöz, mert a keresztelő ennek a szövetségnek a jele. Kiválasztott téged erre, becsatornázott téged, bekapcsolt az ő áram körébe, ettől lesz az életed áldása. Ettől lesz az életed áldott. Ettől van reménységed arra, hogy az életed nem egyes egy külön elemekben, de az egész életed áldás, hogy az világít, hogy az prosperál, hogy annak van értelme, akkor is, hogyha a világban bármi megtörténhet körülötted, akkor is van értelme az életünknek. Ha lekapcsolódtuk erről az áramkörről, akkor jön a textus. Akkor jön az, amit olvastunk, és olvashatnánk hozzá. 5 Mózes 28, az elejétől a végéig. Hogy képes az élet sehogy sem működni. Az ember
ember azt gondolja, hogy végigolvassa ezt az egész igét, hogy azért ez egy kicsit túlzás. Hogy soha semmi nem jön össze, hogy minden rossz, amit olvasunk, az bekövetkezhet. Hogy nem túlzás, egy kicsit túlspilázták, túlhúzták ezt a dolgot ott a Szentíról, hogy ennyi rossz nincsen. De kedves testvérek, bizony, hogy van. Ki ne ismerne olyan élettörténetet, akár egyéni történetet, akár egy népnek a történetét, hogy az ember azt gondolja, hogy hát ennyi rossz már nem lehet az életében. Hát az már nem történhet meg, hogy nem elég, hogy elveszítette a munkáját, nem elég, hogy ott hagyta a házastársát, nem elég, hogy még beteg is lett, és akkor még egy balesetet is elszenved. Hogy valahogy néha úgy érezzük, hogy aránytalan az élet, és annyi rosszat mér egy ember, hogy az ember úgy érzi, hogy hát ez már nem lehet igaz. Hogy az átoknak, a hiába valóságnak, az Isten nélküliségnek nincsen alsó határa, amikor azt mondja, hogy hát ennél már biztos nem lesz rosszabb. Szoktunk ilyet mondani, de ez egy hiú önáltatás, hogy már ennél rosszabb úgysem lehet. Tehát testvérem, lehet. Annyi élő példa van arra, hogy olyan rosszakat járnak meg emberek, társadalmak, népek is, amire az ember azt gondolja, hogy hát ezt el sem tudtuk képzelni, hogy ez megtörténhet velük, és folyamatosan megtörténik. Nem arról van szó, hogy a történetben egyszer-kétszer valami nagy népirtás, valamilyen démoni rendszerről, de alapvetően jól működik a történet. Egyik pokolból, egyik botrányból a másikba lép át az emberiség. És az emberi társadalom is. Mi szenvedés van, akárcsak a mi magyar társadalomban, pedig béke van. Pedig Európának, vagy a világnak egy viszonylag kedvező helyén élünk. Szóval ne legyenek illúzióink abból, hogy majd csak valóbb túlvészeljük az életet az Isten nélkül is. Nem érdemes. Miért is kellene? És a 5 Mózes egészen ide erről szól, amikor azt mondja Izrael, miért kéne neked Isten nélkül élned, miért kéne kockáztatnod ezt az igényt, amikor ott van az előzőge, az áldása, hogy mi jár az Istennel együtt. Hogy mit kapsz az Istentől, hogyha vele jársz. Úgyhogy még egyszer visszamegyünk az első képre, olyan ez az élet, mondja Mózes 5. könyve, mint a vízben tükröződő világ. Hogy ne azt választ, ahol minden lefelé néz, hanem ugyanennek van egy pozitív része. És ennek a rózalánynak is ezt tudjuk ajánlani, hogy ebben a világban van egy olyan perspektíva, van egy olyan valóság, ahol minden fölfelé néz. Minden valóságos, minden erős. Nem kell. Nem kell megkockáztatni, hogy milyen az élet, amikor lefelé néz, amikor minden az ellenkezőjével igaz. Még egy rövid dologra szeretném fölhívni a figyelmet, ami szintén kapcsolódik a kereszteléshez, de mindannyiunknak fontos. A felolvasott részben, a 15. versben ezt mondja Isten igéje, de ha nem hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, ha nem tartod meg és nem teljesíted minden parancsolatát és rendelkezését, amelyeket ma megparancsolok neked. Erre a mondat részre hívnám fel a figyelmet, amelyet ma megparancsolok neked. Ez a megparancsolni, ez megint olyan keménynek tűnik, de én azt mondom, hogy itt is egy pozitív dolgot emelhetünk ki, hogy amit az Úristen elvár, tudnunk azt, hogy legyünk az ő áram körében, legyünk vele kapcsolatban. Azt el is mondja nekünk. Megparancsolja, elmondja, elintárja. Nem olyat vár el, amit nem is tudunk, amit nekünk kellene kitalálni. Nem arról van szó, hogy semmi információk nincs arról, hogy az Úristen mit akar, de azért teljesíteni kéne az akaratát, mert különben a fejünkre koppint. Mindent elmond. Mózes 5. könyve erről szól, elkezd újra ismételni. Mondja, tolba mondja az a népnek, hogy mit kell megtartani, minden tudása rendelkezésünkre áll. Tehát Isten biztosítja a feltételeket, hogy hozzá tartozzunk. Ezt az áramkört megmutatja, hogy ide kell állni, ezt kell tenni. Ez biztosítja az áldást az életedre. Majdnem azt lehet mondani, ez egy kicsit túlzás, majdnem azt lehet mondani, hogy biztosítható az Isten áldása. Azért nem illik ilyet mondani, mert az Úristen ebben szuverén. Tehát nem arról van szó, hogy zsebre tesszük az Úristent az áldásával együtt, de arra igenis utal ez az ige, hogy nem egy elérhetetlen állapot, amit Isten mond. Az áldás, a jó, a teljesség, a belevaló harmónia, ami jó lenne, de hát hogyan is tudnánk mi a felé? Megmondja. Elmondja. Amikor majd ez a kislány felnő, vagyis 2 év múlva, elmindul majd óvodába, akkor el fogjuk mondani, melyik óvodában van református hittan?
sőt, a református óvodák is. Amikor majd 5 év múlva iskolába megy, akkor mondja, melyik iskolában van református ittan? És van református iskolánk is. Meg lehet tanítani egy 1 éves, egy 2 éves, egy 3 éves, egy 5 éves, egy 50 éves, 70 éves embernek, mindenkinek lehet tanulni, hogy mit is kér tőlünk Isten, mit mond, hogyan tudok én ebbe becsatlakozni, hogyan tudom elkerülni ezt az áldások sorozatot, ami itt fölé, hogyan lehet az áldás oldalához csatlakozni. Minden információ itt van. A keresztülőkön és a szülőkön, a gyülekezeten, lelki pásztorokon, hitoktatókon, és valamennyiből múlik, hogy a magunk számára és ennek a kisgyermeknek számára, és elmondjuk, elé éljük, megmutassuk, és szó szerint is megtanítsuk, hogy ez az, ami az áldás oldalra visz át téged, ami becsatornáz téged, betölt téged abba az áramkörben, ami miatt az életed világító, fénylő, melegítő, másoknak áldáshozó élet lesz. Akár a kisgyermekről, Rózáról, akár saját magunkról gondolkodunk. Ezt halljuk meg ebből az igéből, hogy Isten nem megfélemlíteni akar, nem elkergetni akar, nem azt akarja megmutatni, hogy milyen rossz lesz nélkülünk, hanem az ellenkezőket, hogy behív minket az áldására, és azt mondja, ez a tiétek. Nektek készítettem, el is mondom, az utat is legyen, a lehetőséget fölvillantom, nem fölvillantom, a szántokba rágom, hogy hogyan lehettek ennek az áldott életnek a tagjai. Ezt kívánjuk ennek a kislánynak, a családnak, az egész gyülekezetnek, hogy legyünk Isten áramkörének a részesei, hogy életünk világítson magunknak is és mások számára is. Áldással legyen. Amen.